Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió minden nézőjét. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Milyen ülésszak várható? Hát izgalmas mindenképpen, hiszen a hétfői ülésnapon napirend előtt szólalt fel a miniszterelnök, elmondta, hogy milyen helyzetben van az ország, mi várhatók, milyen problémák előtt állunk, és azokra milyen megoldást kínál a kormány. Én azt gondolom, hogy egy komplex, átfogó, egy majdnem 40 perces napirend előtti hozzászólással szinte minden területet érintett a miniszterelnök, érintette az energiaárakat, érintette a migrációs helyzetet, az inflációt, azokra tett lépéseket, és azt is elmondta, hogy nagyjából mi várható az év végéig, akár bérek, akár nyugdíjak emelésében, és az infláció elleni harcban is. Ahogyan képviselő úr is említette, Orbán Viktor miniszterelnök az ülésszak kezdeti beszédében több ponton taglalt az ország, illetőleg Brüsszel közötti nehézségeket, és többek között szót tett a migráció kérdéséről is, amely mélyülés szélesedik. Mit fog hazánk válaszul adni Brüsszel követeléseire? Hát akinek szeme van és füle van, lát és hall, az látja azt, hogy egyre nehezebb a migrációs helyzet, hiszen olaszországi Lampedusa szigetére tömegével szállítják az NGO hajói az észak-afrikai migránsokat. Nálunk a déli határnál, a szerbiai határnál már lőttek is a szerb-magyar közös határőrjárőre, tehát iszonyatos nyomás nehezedik egész Európára, a magyar határkerítésre is, amit tartanak természetesen a magyar határőrök, rendőrök, katonák közösen, de azt látjuk, hogy a megoldás Brüsszelben és nyugat-európai politikusok között ugyanaz, mint ami 6-7 évvel ezelőtt volt, hogy jöjjenek a migránsok, és majd szétosszuk őket, újból ugyanaz a lemez van, hogy jöjjenek, és szétosszuk őket. Erről Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, tehát a V4-ek, és most már Ausztria sem akar ebből a szétosztásból. A magyar álláspont az, hogy védjük meg Európa határait, csak olyan ember jöhet be Európába, az Európai Unió területére, akit mi beengedünk hivatalos papírokkal, nem árkon, bokron keresztül, kerítéseken keresztül, akár erőszakos módon. A migrációs helyzet úgy látszik nem változik. Hiába van már az, hogy a lakosság látja Nyugat-Európában, hogy egyre nehezebb az együttélés, egyre több bűncselekmény van Németországban, Svájcban, főleg Svédországban, bandaháborúk vannak, és jó rész köszönhető a migrációs helyzetnek, de úgy látszik, hogy a vezető politikusok még mindig ragaszkodnak ahhoz a tervhez, hogy osszuk szét, terítsük szét a bajt, ne megakadályozzuk. Azt gondolom, hogy komoly harc vár a magyar kormányra Brüsszelben, a migrációs paktumban, amely úgy tűnik, hogy már megbukott abban az időben, amikor 2015-ben kitalálták. Az orosz-ukrán háború következtében elég nehéz helyzetbe került a magyar mezőgazdaság, illetőleg a gazdák az ukrán gabona miatt. Milyen választ fog adni Magyarország? Hát a válasz megszületett, hiszen Lengyelországgal, Szlovákiával, Csehországgal, és hát a hezitáló Romániával, mert Románia mindig hezitál az ilyen dolgokból, hogy az utolsó pillanatig vár, hogy hova álljon, eldöntötték, hogy megakadályozzák az ukrán búza beözöllését. És ez nem azért akadályozzák meg, mert ne lenne jó, ha olcsó gabona érkezne akár az országba, vagy ilyesmi, de az ukrán törvények és szabályozás alapján olyan vegyszereket használhatnak, ami már az Európai Unió területén be van tiltva. A lengyel hatóságok megvizsgálták az Ukrajnából bejövő gabonákat, és több mint 30%-át találtak, 30%-ában találtak olyan anyagokat, amely be van tiltva, olyan növényvédőszereket, olyan vegyszereket, ami már az Európai Unió területén be vannak tiltva. És az ukrán gazdák természetesen a szabályok betartása nélkül olcsóbban tudnak termelni, mint az Európai Uniós gazdák, ahol minden egyes környezetvédelmi, zöldítési, egyéb szabályt be kell tartani, és dömping áron tudják rázódítani akár a magyar, akár a lengyel, akár a szlovák piacra az olcsó ukrán gabonát.
És még egy kiegészítés, amit örülök neki, hogy Nagy István agrárminiszter kimondott, hogy ez nem az ukrán gazdák búzája és terményei, hanem azoknak a multinacionális, amerikai, akár holland tőzsdén bejegyzett szaúd-arábiai cégeknek a terményei, akik szabadulni akarnak tőle és rá akarják zúdítani az európai piacra, hiszen megállt a fekete-tengeri szállítás, és most a környező országok piacára akarják, és nem csak a búzát, a napraforgót, a kukoricát és ugyanilyen terményeket, úgyhogy Magyarország 21 néhány termékben vezetett be tilalmat, védve a magyar mezőgazdaságot, a magyar lakosság egészségét és a magyar gazdák érdekeit. Képviselő úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is.